Sok szeretettel köszöntök mindenkit az úgynevezett Facebookos fogadórán. Én azt gondolom, hogy mindenféle udvariaskodás nélkül el is kezdem, hiszen azért az idő szűkös, elég sok kérdést kaptam. Ráadásul van köztük olyan is, amely hát bizony nem elég egy összetett mondat megválaszolásával. Tehát azt mondja, az első a Barikád magazinra vonatkozik, hogy miért nem egy olcsóra papírra nyomtatott, fekete-fehér hetente utcán osztogatott naponta, de minimum 2-3 naponta megjelenő lap, és aztán ennek ezt a gondolatmenetet folytatja tovább Veszprémi László. Kedves László, azért nem, mert amit ön most itt elmondott, ez horribilis összegbe kerül. Most nem akarom itt nyomdai számokkal dobálózni, egész egyszerűen erre nincsen pénzünk. Tehát, hogyha ez egy nagyon jó megoldás lenne, ez így tudnánk mindenkit elérni, ön ezt kifejti nagyon okosan és lényeglátóan. Nagyon jó lenne, ha a Barikád így tudna működni, de erre egyelőre a Jobbiknak nincsen pénze. Gondolkodik azon a Jobbik, hogy negyed évenként kiadunk egy hasonló lapot, pontosan amit ön is itt felvetett. Ez körülbelül 8 oldalas lesz, ebből 4 oldal foglalkozik országosan, mind a 4 oldal ugyanazt a tartalmat, ugyanaz a tartalom olvasható, 4 pedig mindenhol helyi témával foglalkozik majd. Tulajdonképpen ez az elhatározás már a célegyenesben van, gyakorlatilag az ugyanaz, mint amit ön mondott, de nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. Úgyhogy ezt nemhogy 2-3 naponta, hanem egyelőre csak negyedévenként fogjuk tudni megcsinálni. Mintha mostanában egy icipicivel több tévészereplést kapna a Jobbik, és hogy mennyi esélyt láttok arra, hogy egy olyan tévécsatornát vagy rádiót tudunk alapítani, amelyet mondjuk a mi értékrendünket tükrözi. Mihez képest kapunk több tévészereplést? Ugye nekem van erre egy adatom, például a Kossuth Rádióban a leghallgatottabb és tulajdonképpen az első számúnak nevezhető politikai műsorban, az Esti Krónikában a Jobbik 1 hónappal ezelőtt 1%-on szerepelt. Azért gondoljuk meg, ez valami egészen elképesztő. Tehát most ehhez képest, hogyha egy kicsit jobban állunk, az még mindig a béka feneke alatt van. Ráadásul érdemes megnézni azt, hogy mit művelnek egyes jobbikos politikusokkal, amikor nagy nehezen behívják őket. Például van a Gábor, nem, Novák előtt, amikor legutoljára benn volt az Echo televízióban, akkor volt kollégám 17-szer szakította félbe egy 10 perces riport alatt. TV-csatornát és rádiót alapítani jó lenne, pénzkérdése. Egy TV-csatornát megcsinálni körülbelül 3-4 milliárd forintba kerülne, és kérem, gondolkozzanak el azon, hogy önök megbíznának-e a mostani kormányban, vagy a mögötte lévő lobbyerőben, hogy ha mi csinálnánk egy ilyen televíziót, akkor körülbelül fél év múlva nem vennék-e ki a különböző kábel csomagokból. A választ önökre bízom. Közben még kiszúrom a szememet, annyira fölindulok ezen. Mikor várható egy országos lefedettségű csatorna kiépítése? Egyelőre nem várható. Mennyi az esélye annak, hogy az N1 TV kábel TV-vé alakul, és mondjuk a Szent Korona Rádiónak frekvenciát nyer, de a Szent Korona Rádióról nem tudok nyilatkozni. Az N1 TV kábelre viteléhez hát van esély, de még egyszer ugyanezt tudom mondani, amit az imént. Vannak ötleteink, nem baj, ha most azt nem mondom el szerintem. Nehezebben lehet rá az ellencsapást kidolgozni. Nem adjuk ám azért föl, tehát nem csak pénzkérdése a dolog. Van-e lehetőség kiterjeszteni a magazin terjesztését a Gúnyhatáron túlra? Itt nyilván a Barikádról van szó, Asztalos Balázs kérdezi. Ezt van. Tervezzük, megtettük a lépéseket, a Felvidéken nagyon jól állunk, és Erdélyben is, úgyhogy röviden ez a válaszom. Aztán gerilla médiáról, hát ez az internetre vonatkozik ugye elsősorban. Szerintem ebben a Jobbik eddig is elég jól állt. Hát ugye most nyilvánvalóan, hogy nincs kampányidőszak, egy kicsit visszábesett, de hogyha nem tudjuk az imént említett, általam is említett, vagy önök által követelt csatornákat megnyitni, akkor marad a gerilla média. Szerintem ebben jól állunk, mind ötletben, mind pedig szürke állományban, mind pedig tenni akaró fiatalokban. Milyen a viszonyom a volt tévés kollégáimmal?
Az Echo televízióban senkivel nem tartom a kapcsolatot, egyedül Siklósi Beával, akivel támadhatom, remélem nem lesz belőle kára, szinte baráti viszonyban vagyunk. Minden héten legalább beszélünk telefonon, a többiekkel nem tartom a kapcsolatot. Illetve a Hír televízió sokkal, pár emberrel néha szoktam beszélni. Amikor egyébként ők munkaközben, én pedig a parlamentben ugye összefutunk, köszöntjük egymást, semmi különös. Úgyhogy szerintem nem rossz. Ettől persze, hogy eljöttem politikusnak idézőjelben, bár én ezt nem így érzem, jobb se lett. És hát van nagyon sok volt kollégám, akiről bizony megvan a véleményem. Hiányzik a televízió? Nem hiányzik. Én ezt az egész jobbikos létet egyfajta szabadságharcnak fogom föl, és nem a jobbikos létet, hanem amit eddig is csináltam televíziós újságíróként, és bezárult a kör. Tehát ott már nem volt muníció. Úgyhogy én ezt a személyes életemben, a személyes sorsomban a harc tovább folytatásának gondolom, ezért lettem jobbikos. Úgyhogy nem is hiányzik. Alföldi Róbert meddig maradhatam még a Nemzeti Színház főigazgató? Én úgy gondolom, hogy most már kitölti a mandátumát. Nem tudom, hogy mit kéne még csinálni ahhoz, hogy leváltsák. Ugye nagyon nyilvánvaló, ami zajlik, itt is bebizonyosodik az, ami miatt annyian jobbikosok lettünk, nincs különbség a Fidesz és a liberális értelmiség között. Ezek ugyanazok. Ugye Koltai Gábor tegnap leváltották, Eperjes Károly nem kell nekik, Alföldi pedig azt csinál, amit akar, mind a színpadon, mind pedig sajtótájékoztatókon marad. A TMRS főtitkár előzetesbe helyezése úgymond nem hírérték önöknek, ezt Farkas László kérdezi, Alföldi Róbertről pedig Forgó Irén kérdezett. Kedves László, nem értem a kérdését. Ez egy olyan hír, hogy előzetesbe helyezték, majd másnap ki is engedték, ami egy heti labban nehezen fér bele. Ez inkább az úgynevezett internetes oldalunkra, a .hu-ra való hír. Ez megtörtént. Mi a heti labban ezzel külön nem foglalkoztunk. Ha lesz, majd olyan foglalkozunk. De hát ugye ön is tudja, hogy azért a TMRS főtitkára tett olyan kijelentéseket a Jobbikra, még a választás előtt, ami miatt hát nem dobáltuk égig a kalapunkat. András és Sándor kérdezi, hogy lesz-e népszavazás Fidesz kormány feloszlatásáról? Nem tudok róla. Ugye a Fidesz most már próbálja a népszavazást meggátolni, nem csak ezen, hanem más téren is. Egyelőre ez, mint ötlet, még nem merült föl. És Borbé György pedig azt kérdezi, hogy mi a véleménye a pécsi problémákról, amelyekről a Barikádon is lehetett olvasni. Hát kérem szépen, Pécs a Magyarország egyik állatorvosi lova. Tehát ami ott zajlott, az egy tipikus példája annak, ami a szocialista éra alatt működő Magyarország egészére igaz. Mutyi, kiszervezések, a holdudvar eltartása, mértéktelen lopás, vadprivatizáció, és sorolhatnám még. Tovább azt gondoltuk, hogy ez most meg fog szűnni, azt gondoltuk, hogy a Fidesz kormánnyal elindul a felelősségre vonás, oly könnyen tetten érhetőek ezek az emberek, ezek az érdekcsoportok. És hát összefoglalva, önök is látják, egy év alatt nem történt semmi. Egy év alatt odáig jutottunk, hogy Samu Tamás Gergőnek kellett lemondani a képviselői mandátumáról, Gyurcsány Ferenc pedig ott hangoskodik a parlamentben. Ez mindent elmond a mai Magyarországról. Tudtuk előre, de azért valahogy úgy vagyunk ezzel az egész egy évvel, mint a parasztbácsi, amikor fölvitték a repülőn, és hát ugye csinált a pilóta mindenféle trükköket, a bácsi nem szólt egy szót sem. Csinált dugóhúzót, a bácsi nem szólt egy szót sem, fejjel lefelé repültek, nem szólt egy szót sem. Aztán, amikor leszálltak, akkor kérdezte a pilóta a bácsitól, hogy hát, papa, hát így kibírta az egészet. Azt mondta, hogy édesfiam, azt gondoltam, hogy bepisilek. Azt is gondoltam, hogy de hogy az egész a nyakamba folyik, azt azért nem gondoltam volna. Hát így vagyok a Fidesz kormánnyal erről az egy évről. Köszönöm, hogy meghallgattak.